James Bondot az őrült gonosz szuperhős bezárta egy romos börtönbe, ahonnan úgy tűnt nincs számára kiút. De tudta, hogy ha el tudná érni titokzatos aktatáskáját benne minden jóval, akkor ki tudna jutni. De mivel nem volt módja arra, hogy elérje a táskát, elővette a Q-tól kapott távirányítós öngyújtót, abban bízott, hogy miután ezzel felgyújtja a táskát, belőle kirepül, a szupertitkos eszközemben megszabadulhat. James Bond ekkor jött rá, hogy otthon felejtette a szupertáskáját, és helyette a felesége normális aktatáskáját hozta el. Rájött, hogy sokkal nagyobb bajba keverte magát, mint amiben valaha volt eddig. Ugyanis a lángok lassan elkezdték felemészteni börtönének falát. Itt volt a lehetőség, hogy kijusson, de itt volt a lehetőség arra is, hogy meghal. Még nem tudta, mit csinálja. Meg kellett várnia, amíg börtönének fala elenyészik. De mielőtt ez megtörténhetett volna, lángra kapott. James Bond kétségbe esetten kapálózott, ahogy a haja égett. Nem gondolt, hogy ilyen égő körülmények közt fog elhújni, de nem volt kiút a lángokban álló börtönből, és a világ egyik legsikeresebb filmsorozata ezennel szomorú véget ért.